kívánok! Erő! Egészséget! Ez az épület volt korábban Kemecsén a városháza. Mostantól hivatalosan is itt működik a helyi rendőrőrs. Ma egy olyan ünnepségen vehetünk részt, ahol az önkormányzat és az állam példás együttműködésének lehetünk mindannyian tanúi. Kemecse város önkormányzata és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság együttműködésének köszönhetőenek a kormány tudomásával valósulhat meg a nyíregyházi rendőrkapitányság kemecsei rendőrös új épületbe való költözése. A város ingyenes használatba adta a korábbi önkormányzati ingatlanként funkcionáló épületet a megyei rendőrfőkapitányságnak azzal, hogy ott kerüljön kialakításra és elhelyezésre a kemecsei rendőrös. A korábbi rendőrös felújítása jelentős költséggel járt volna, mondta az új rendőrös átadó ünnepségén a kemecsei polgármester. Lipők Sándor kiemelte, már évekkel ezelőtt tettek azért, hogy modernebb, erőteljesebb legyen a rendvédelem a környéken. 2012-ben jó magam tárgyaltam belügyminiszter úrral, még akkor országgyűlési képviselőként, és szóvá tettem azt, hogy Kemecsén az állományi létszám és annak a betöltetlenségi állapota az komoly gondokat okoz a térség közrend közbiztonsága érdekében. Belügyminiszter úr nagymértékben segített minket abban, hogy ez az állományi létszám feltöltése kerüljön, és azt jelenti, hogy akkoriban 15-ös állományról beszéltünk, most 25 fő tartózkodik, vagy van a kemecsei rendőrös állományában. A kemecsei rendőrös a nyíregyházi kapitánysághoz tartozik, a rendőrök 7 településen felelnek a közbiztonságáért. A megyei közgyűlésnek is kiváló, a megyei önkormányzatnak kiváló a kapcsolata a rendőrséggel. Nem is olyan régen volt a rendőrségi beszámoló, amit egyhangúan fogadott el a testület, és ez is példája annak, hogy valóban nagyon jól működik a rendőrség. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiemelkedő eredményeket produkálnak, és mint látható, kiváló kapcsolatot ápolnak a települési vezetőkkel is, amelynek egy ékes példája a jelen beruházás. A kemecsei rendőrök modern irodákban korszerű eszközökkel dolgozhatnak, valamint kamerákkal figyelik a város különböző pontjait. Egy kutyás járőrszolgálatot is sikerült beállítani a kollégáink közé. Volt olyan kollega, aki szívesen foglalkozik kutyával, elindítottuk a kiképzési menetet, és most itt az udvaron felállított új kennelben már ez a szolgálati kutya is található. Nem csak rendőrkutya, hanem ez az új rendőrautó is segíti a kemecsei rendőrök munkáját.